tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a Bölcsek szakiskolája. Vitalitásfogászat, ahol a legkorszerűbb implantátumokat és koronákat kínáljuk kedvező áron hosszú távú garanciával. Magas színvonal, teljes körű ellátás, barátságos, nyugodt légkör. Vitalitásfogászati központ, csúcsminőség a fogászatban. Volt idő, mikor az éjszaka elrejtett. Volt idő, mikor észrevétlen maradhattál. Volt idő, mikor bármit megtehettél. Ezeknek az időknek vége. Őrmester, távfelügyelet, a védelem nagymestere. Nem indul, koszos. Oda a kerék. Minden bajon segít a BZNDT. Nem lehet olyan hibája az ön autójának, amit a hét bármely napján meg ne tudnánk javítani. BZNDT. Érden a Szovátai és Daróczi út sarkán. Hogy könnyebben oda találjon, 0630 949 5245. Sportosat. Hírodom vendége Komjáti András, labdarúgó edző, a Vasas korábbi vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, üdvözöllek a nézőket. Ugye ma egy hete, hogy szóltak neked, hogy más lesz a Vasasnál a vezető edzője, jól emlékszem? Igen, pontosan egy hete történt. Eléggé későn közölték velem, hogy szombaton már mérkőzés után a média jeles képviselői rögtön a Győrből hazafelé tartva a csapattal már értesültek róla. Én hivatalosan csak hétfőn 12 órakor tudtam az egész dologról. De hát ugye Variánvalak már jól tudom, már pár napja vagy pár hete is akár már itt tárgyalt erről, hogy ő lesz a vezetőedző. És ezt ugye az újságok is ezt szépen tárolták. Azt nem tudom, hogy mióta tárgyalt, vagy kivel, vagy hány nappal előtte már felvették vele a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy az utolsó hét az, ami számomra egy kicsit elgondolkodtató. Persze egy edzőtől meg lehet válni akkor, főleg, hogyha az eredmények nem úgy alakulnak, ahogy közösen szeretnénk a szurkolóval, vezetővel és a szakmai stábbal. Nekem maga az elintézési módja volt furcsa. Szinte azt mondom, hogy valahol egy ilyen enyhén szóval lejárató kampány folyt egy hétig ellenem különböző média írott sajtóba. Mire gondolsz? Hát többek között arra gondolok, hogy jó pár napban az jelent meg, hogy a játékosoknak a többsége a vezetőedzővel nem beszél, nem áll szóba. Nem tudom, hogy kinek a fejébe pattant ki ez az isteni gondolat, hogy ezt kell a szurkolókkal és azokkal, akik a futball után érdeklődnek, a fülébe beleültetni. De ez nem így volt. Természetesen én a második nap, amikor olvastam a sajtóban ezt a hamis hírt, akkor feltettem egyenként a játékosoknak az öltözőbe a kérdést, hogy akkor mondjátok meg, melyitek az, aki nem beszél velem. Érdekes módon egy játékos jelentkezett. Mivel én is voltam játékos, tudom nagyon jól, hogy ilyen esetben nem igazán őszintén nyilvánulnak meg a játékosok. Egy csapat életében, ahol 20-24 emberrel kell foglalkozni, ott van olyan, aki szimpatizál az edzővel, van, aki éppen haragszik rá, mert nem játszik. Ez minden csapatnál így van. De az, hogy
nem beszéltek velem a játékosok, az abszolút egy hamis állítás volt. Azt nyilatkoztad, hogy idézlek, úgy gondolom az én sorsom eredménytől függetlenül már korábban eldőlt. Mire gondoltál? Hát éppen ezekre ugye ezt a Győr meccs előtt volt ez az újságokban, hogy Mário Vlach vagy a kollega fog érkezni, meg hogy már tárgyaltak vele. Így borzasztó nehéz oda koncentrálni az utolsó mérkőzésre, nem csak az edzőnek, a játékosoknak is, ugye a feje már megosztott volt ilyen szempontból. Én úgy érzem, és ez senki nem erősítette meg ezt az én feltevésemet, de én úgy érzem, függetlenül attól, hogy a Győr meccsen mi az eredmény, mindenképpen megtörtént volna a váltás. Ha nyertek, akkor is? Én úgy gondolom, hogy igen. Olyan előjelek voltak, amiből én, aki lassan 40 éve öltözőben vagyok, már lehet, hogy több. Én ezt fel tudom mérni egy pillanat alatt az emberek reakciójáról, a távolságtartásról, azok az emberek, akik az előző hetekben ugye közelembe voltak, illetve érdeklődtek a csapat dolgairól, azok úgy elzárkóztak. Én igazán meg nem méltattam őket arra, hogy én keressem a társaságukat. Tehát akkor azt mondod, eredménytől függetlenül, tehát akkor nem is az eredmény számított, vagy számít, hanem akkor mi számított? Miért kellett? Hát ennek én is még a mai napig keresem a háttér motivációját, hogy egyeseket mi vezérelt abban, hogy ezt a váltást megcsinálják. Én úgy gondolom, hogy az a tavasz, amit ugye az elmúlt szezon tavaszában produkáltunk közösen a kieső csapatból egy középmezőbe tartozó csapatot hoztál össze. A szakvezetés itt elsősorban nem csak saját magamra gondolok, hanem a segítőimre is. Amíg nyugalom és gyakorlatilag a szakma választotta meg azokat a játékosokat, akik ide kerültek a felkészülésre a tavaszt megelőzően, addig azért működött, legalábbis 8 mérkőzésen veretlenek maradtunk, gólt nem kaptunk, ahogy egy más, talán más emberek próbáltak szakmai szemüvegen keresztül játékosokat igazolni, akkor gyakorlatilag való lesz az eredmény. Természetesen ebbe én is ludas vagyok. Andris, nem? Már a nyári felkészülés során már lehetett érezni, hogy rezeg a léc. És volt is egy nyilatkozatot, hogy ha így folytatódik tovább, akkor neked is el kell gondolkodni a folytatáson. Alapozás közepén, vagy elején nyilatkoztad ezt. Ez jelent meg. Valóban nyilatkoztam, sőt, ha jól emlékszem vissza, talán az utolsó vagy utolsó előtti bajnoki mérkőzésünkön egy tévékamera előtt azt nyilatkoztam, hogy aggódom, hogy a kölcsönjátékosok el fognak tőlünk kerülni, hogy fogjuk őket pótolni. Ez az újságcikk, amire utalsz, ez egy figyelemfelkeltésnek szántam én, mert ugye elkezdődött a felkészülésünk, ha jól emlékszem vissza, talán a második hét elején voltunk. Igen, az elején volt, igen. Második hét elején voltunk, és láttam, hogy gyakorlatilag azok a játékosok, akiket én megneveztem, hogy 2011-12-es bajnoki évadra szerencsés lenne, vagy a szakma örülne neki, a vasas játékosok lennének, azok nem igazán csordogáltak be az öltözőbe. Ugye volt egy reakció az ügyvezető részéről, hogy hova ez a nagy sietség, aki évek óta vagy évtizedek óta bent van a labdarúgásban, annak tudni kell, hogy nem csak egy klub van a világon, mások is érdeklődhetnek a játékos után. Egy jó pár esetben lemaradtunk egy-két gyerekről. Ezt a nyilatkozatomat tényleg merre szívták egyesek, hisz a következő napi labban megjelent az, hogy már utódomat is lehet, hogy be fogják mutatni.
meglepődtem, hogy még gyakorlatilag föl se tették a kapura a hálót, és már az utódomat keresik. Lelke száradjon rá, ki ezt száradjon rá. Na most tudod, utána hangok is hallatszottak, hogy már néhány játékos ugye meg lett győzve arról, hogy ide más edzőkkel, és úgy játszott a csapat, azért játszott úgy, ahogy játszott. Voltak ilyen hangok, de hát ugye elnézve a Zalaegerszeg elleni mérkőzést, nem tűnik igaznak ez az állítás. Én azt hiszem, hogy meg kell, hogy cáfoljam ezeket én nem hallottam egyébként ilyen dolgot, hogy a játékos esetleg szándékosan gyengébb teljesítményt produkál egy-egy mérkőzésen, hogy a jelenlegi edző már mint az én személyemtől megszabaduljanak. Én egy játékosomról nem feltételezem, nem csak